István, amikor találkoztatok, azt mondtad, hogy nagyon kevés embertől vagy megilletődve, de a tanár úrtól igen. Igen, azt gondolom, hogy egy nagy volumenű ember, a híre is, a munkássága tekintélyt parancsoló, és ilyenkor az ember pláne egy más közegből jön. Zavarba is vagyok, megmondom. Zavarba vagy? Pedig nem szoktam abba lenni, igen. Mert a mivel lehet azt elérni, hogy te zavarba gyere? Azért egy elég karakán gyerek vagy szerintem. Ja, igen, de vannak azok a területek, ahol otthon vagyok, és ott otthon vagyok, ahol kevésbé, és a művészet, a színház, az opera világ az egy picit kívül esik az én világomtól, és ebbe azért az ember nem mozog olyan komfortosan. Meg szigorú a tanár úr, szerinted? Tehát van benne egy ilyen szigor, ilyen tekintély? Igen, egy nagyon komoly, szigorú ember benyomását kelti számomra. Én pedig egy kicsit ilyen lazább vagyok, meg pimaszabb. Szigorú ember a tanár úr? Hát azt mondják, hogy nem. Nem? Azt mondják, hogy nem, sőt. Néha túl megengedő vagyok. Kivel De most én vagyok zavarba. Mert gondolom, ez a sok bók azért inkább a koromat illeti meg. Hát azért is zavar vagyok, mert én meg ülök itt egy partnerről, akiről azt hallom, hogy hát az ország egyik legjobb sportkommentátora, és minden jelenléte egy esemény. Hát én meg nem nagyon nézek televízióba sportot. Sose nézett? Valamikor néztem, hát valamikor nagyon érdekelt a futball. Miért szeretett ki belőle? Nekem az volt a futball, hogy az Újpestnek a halfja, mert akkor még úgy hívták, a Nagymarosi megfogta a labdát a saját ötösén, végig cselezte a pályát, és az ellenfél 16-osáról rúgott egy gólt. A nagy személyes produkció. Szóval arra jártam én meccsre. Amikor elkezdődött a passzolgatás, akkor elkezdtem nem érdeklődni, de ma is úgy van, kinyitom az időnként, és hogyha azt látom, hogy hátraadják, ott adják, akkor én már a dologból... Akkor már kikapcsoltam. Ott hagytam aztán megint egy időre abba, amikor elkezdték a kornert nem rúgni, hanem passzolni. Hát nekem az volt mindig, a kornagy repül be, és akkor fölugranak, és aki fejjel eltalál. Hát az a korne, de az, hogy lepasszol, szóval a felelősségtől való megszabadulást éreztem folyton, hogy nem, én továbbadtam, én leadtam. És hadd mondjak egy példát, azért nem szerettem, hát ez, amiért a színházban. Hát azért lettem a színház szerelmese, meg az operáé, mert bejött egy Székely Mihály, egy Besenyei, egy Básti Lajos, egy Rutka, ez egy nagy személyiségek. Most aztán elkezd a színház az, hogy nem, mi mindjárt csak a csapat részei vagyunk, a rendező a fontos, akkor már nem érdekelt annyira. Ha már a személyiségeket említi, úgy tudom, hogy háromszor mondott nemet arra, hogy elvállalja az operaház igazgatását, tudnilik már a végén, ugyanis azok az emberek, akik egykor a tanítványai voltak, az ön szemében már mondjuk úgy, hogy nem azon a teljesítményen működtek, mint amit elvártak volna, ezért önnek jelentős részüktől meg kellett volna szabadulni, ha én ezt jól tudom. Ez hogy oldotta meg például vezetőként? Mert ez nagyon kényes helyzet. Nyugaton gyakran mondták azt, hogy XY már nem tud énekelni, mert a hangja már a bankba van. Na most egy magyar énekesnek a hangja nem volt a bankba. Nem voltak úgy fizetve. Na most az, hogy én hagyjam utcára tenni, elküldeni olyan embereket, akik egy olyan pályán dolgoztak, ami egy kicsit hasonlít a futballhoz, mert egyszerűen vannak hangfajták, amik egyszerűen 20 évnél tovább nem működnek, az izom nem működik tovább. De ha erről az adott illető nem akar tudomást venni, akkor ez hogy oldotta fel ezt a konfliktust? Hát úgy, hogy igyekeztem olyan feladatokat találni, amivel azért megvan. Kettő, hát akkor még társulat volt, tudomásul vettem azt, hogy a minisztérium meg egyebek folyton piszkálnak, hogy XY nem lépett föl és kapja a fizetését. És akkor azt mondtam, hogy igen, kapja a fizetését azért, mert előtte 20 évig nagyszerűen énekelt, és akkor nagyon vacak fizetést kapott. Szóval engem az sose irritált, hogy azt mondták, hogy van házon belüli munkanélküliség. Az opera azt mondta, nem én mondtam, hanem De Gaulle tábornok mondta, az egy nagyon drága dolog, és hát egy országnak meg kell engednie magának azt, hogy erre költsön. Volt olyan, aki esetleg megsértődött? Tehát, hogy emberi viszonyok roncsolódtak ezáltal?
Hát nézze, biztosan volt olyan. Jöhet a reklám helye? Abszolút. Sőt. Hát azért viszont az volt az életem legszebb pillanata, hogy amikor lemondtam 2005-be, hát azért mondtam le, mert elvették a költségvetésem egy részét, akkor utána volt egy társulati ülés, ahol bemutatták az új vezetőket, és akkor az akkori miniszter azt mondta, hogy és megköszönjük Szinetár Miklós munkáját, és amikor ideért, akkor kitört egy tapsvihar, és az opera tagjai 8 percen keresztül tapsoltak. A miniszter háromszor akarta elkezdeni a beszédet, és nem tudta. Olyan sokakat nem sértettem meg. Most is elpárásodott kicsit a tekintete, nem? Ja, hát nem az a taps húrút. Az mindig. Az húrút. Amikor meghívták, akkor az első gondoltam az volt, hogy mi lehet a közös bennünk, és most így hallgatom a tanárulat, hát ugyanez zajlik a futballban. Tehát ugyanúgy fél évente átigazási időszak van, embereket el kell küldeni. Neked volt olyan, hogy egykori csapattársattól kellett elköszönni? Rengeteg. Volt csapattársam, akikkel máshol együtt dolgoztam. Nálunk is ugye a futballban, azért a klubban vannak alkalmazottak, akik mögött egzisztenciák vannak. Ezt mindig te hozod meg ezeket a döntéseket? Hát a játékosokat, igen. Tehát azt ugye sportigazgató is vagyok, amellett, hogy szakkommentátorkodom, és ott nekem kell ezeket meghozni, ami azért egy közös döntés az edzővel, a tulajdonossal. Érdekes, mert a futballban ott megsértődnek. Megsértődnek? Tehát ott, amikor mondjuk egy ikonnak, mert mi így hívjuk ugye a nagy játékosokat, akik egy klubnál sokáig vannak, a hangjuk már, az izomzat nem úgy működik, és ezzel szembesíted, nagyon kevés van, akit könnyű átvezetni, azon, hogy hagyja abba a futballt. És időnként meg kell hozni a kemény döntést a többiek érdekében. Mert a közönség nem fogadja el, miért nem játszik ez az, a nyomást gyakorolnak az edzőre, hogy tegye be, és ilyenkor kell hozni egy kemény döntést. Ezek téged megviselnek emberi? Nagyon. Az mit nagyon. Jelent? Hát azok az átigazási időszakok, ugye, ami mindig ugye január vagy nyár vége, augusztus eleje, az nagyon komoly feszültség. Amikor tudod már, hogy meg kell mondanod, és akkor egy kicsit úgy kerülő. Tolom, várom a megfelelő pillanatot, de aztán le kell ülni. Ugye sokszor úgy vagyok vele, hogy próbálom én is körbeírni, meg megtalálni a megfelelő formulát, de a vége ugyanaz, megsértődnek, és egyszerűbb azt mondani, hogy ennyi, mint hogy köríteni. A feleségem azért leszokott engem szúrni, hogy nincs benne ilyen megfelelő beleérző képesség, de a vége mindig ugyanaz, és lerövidítjük ezt a dolgot, csak azért nagyon irigylem a tanárot, és ez a taps, ez azt gondolom, hogy szenzációs dolog. A fociban megsértődnek, én nem kapnék ennyi tapsot a volt játékosoktól. Foci olyan értelemben nehezebb, hogy ott a közönség kevésbé megbocsájtó, mint az operában. Szóval a foci egy sokkal nehezebb dolog. Ön bele tudott halni abba, hogyha egy darabjánál azt érezte, hogy itt ez most nagyon gyértaps volt, és ez rendszeresen előfordul mondjuk egy előadásnál? Volt ilyen? Nem nagyon. Nem nagyon, bevallom. Egyáltalán most gyertaps nagyon gyertaps nagyon gyertaps nem volt. Nagyon leleplezőt fogok mondani, szóval én általában nem szeretem azt, ha belehalnak bármibe. Ez hogy érti? Hát ezt úgy értem, hogy mondjam, rengeteg a visszaélés azzal, rengeteg a blöf, ami olyan nagyon művészies, olyan nagyon, szóval hogy mondjam, amikor egy rendező azt mondja az első próbán, hogy én nem tudok mást ígérni, csak nagyon, mint Churchill, csak verejtéket és szenvedés, és nagyon nehéz ez. Akkor az én feleségem, aki velem egy fölállts azt, hogy köszönöm szépen. Nagyon ritka volt az olyan, ami szenvedés volt, hát pedig, hogy mondjam, tényleg 200 körül van a mű, amik csináltam, meg azt hiszem Guinness rekorder vagyok, mert az első rendezésem, az első munkám, a vizsga előadásom, az 1953 Szeged, Windsori Vígnök, tehát 67 éve. És ez alatt... De olyan, mint a tegnap lett volna? Igen. Tehát ezt mondta a fiamnak, mikor aláírt az első profi szerződését, hogy autóval mentünk, sose felejtem el, mikor ez eldőlt, és mondta, félreálltam, és mondta neki, hogy figyelj, akkor most ezt a pillanatot mondom, ragad meg, mert így fog elmenni a karriered, és mondom, emlékszem, amikor én aláírtam, hogy az tegnap volt. Tehát, hogy vannak dolgok, ami az emberben olyan élesen megmarad. Igen.
Sajnos én nem érzed, de az ember egy kor után, ugye az ember utoléri a hűlés, mert ami akkor 53-ban volt, akkor mindenre emlékszem, de a múlt héten már korán se annyira, ami a múlt héten történt. De hát, hogy mondjam, ezzel lett a hosszú pálya alatt én végig igyekeztem arra, és sikerült is, hogy én is jól érezzem magam, azok is jól érezzék magukat, akik a produkcióban részt vesznek, és a közönség is jól érezze magát. Akkor máshogy kérdezem, ebből a 200 darabból ön szerint hány volt brilliáns? Amire ön a saját mércéje szerint azt mondja, hogy... Hát épp a múltkor számoltam össze, hogy talán 15-16... Az nem, elég? De most 15-16 olyan, amire azt mondhatnám, hogy különleges. Amire azt mondhatnám, hogy... hogy mondjam, nagy bukásokról nem nagyon számolhatok be, pedig hát... De szigorú önmagában? Tehát, hogy amikor a brilliáns, az a 15-16, az tényleg az, és mások mondanák a többi 20-30-ra is, hogy brilliáns, de... Hát, azt én nem tudom igazán megítélni. Azt tudom, hogy mi az a 15-16, amire én úgy érzem, hogy... De hát az egy borzasztó szubjektív, szóval ez az őrült különbség a focitól. István, ha már arról beszélgettünk, hogy azt mondja a tanár úr, hogy mennyi volt brilliáns, nekem az jutott eszembe, hogy aztán lehet, hogy majd kijavítasz, hogy szerintem te, mondjuk a játékos karriered csúcsán, az körülbelül Izraelbe lehettél. Igen. Összesen 13-szoros válogatott vagy. Hogy az neked nem nagyon fáj, hogy akkor, legjobb tudomásom szerint az akkori szövetségi kapitány Csank János nem akart róla tudomást venni? Hát a 13-ot angolul szeretem mondani, mert hogyha angolul mondom, akkor elnyerem az N betűt a végére, és akkor többnek tűnik. Úgyhogy a külpődiekkel általában megpróbálom fejjel. Igen, de valóban egyrészt későn érő típus voltam mindig, és valóban amikor elmentem Izraelbe, akkor voltam a legjobb a top állapotomban, akkor lett a legérettebb a játékom. Saját 28 fölött. Szerint? Igen, abszolút. Hát mielőtt elmentem, akkor már volt a videótomban egy nagyon eltalált évem, és utána Izraelbe találtam önmagamra. Az a közeg belőlem egy teljesen más embert hozott ki. Milyen értelemben? Mindenféle szempontból, társadalmilag is, Izrael, a maga, a vallás. Érdekes, hogy volt bennem mindig így a zsidó vallás fel egy ilyen kíváncsiság, hogy ugye az ember mindig hallja, ugye sajnos a holokauszt azóta, én annak azt azért nagyon átéltem Izraelbe, és voltak olyan álmaim, mert azért 6 évet töltöttem Izraelbe, amikor tök furcsa ez, hogy keresztény emberként, tehát annyira velük éltem, és a problémáikba, és amikor történtek a problémák, volt, hogy azt álmodtam, hogy jönnek a tankok, és engem is elvisznek. Aztán ez valahol beteljesedett, mert magyar futballban, amikor visszatértem, akkor rendszeresen lezsidóztak. Mert ugye az tök logikus, hogy 6 évet játszottam Izzel, akkor zsidó vagyok, de egyébként nem sért abból a szempontból, hogy nem lenne vele bajom, meg szenzációs utazás volt ez kulturálisan számunkra a feleségem, mert minden könyvet elolvastam. Volt olyan egy terrorcselekmény után, amikor még 3 nap után is sokba voltam, és akkor megkérdeztek, hogy Stefán, mi a baj? Hát mondom, hát ami a piacon történt, és mondták, hogy az élet megy tovább kell lépnünk. Tehát, hogy annyira döbbenetes volt azt megélni, és annyira szégyeltem magam én magyarként, hogy a mi problémáinkkal én panaszkodok, és az igazi problémák ott vannak, nekik vannak. És mikor hazajöttem, egy jó 1-2 évig tartott ez a pozitív szemlélet, aztán visszaálltam erre a magyaros. Visszamagyarosodtál. Igen, sajnos. De az a fajta dolog, plusz az a sztárkultusz, ami kint van, tehát ott kimondhattam olyat, hogy én voltam a meccs legjobbja. Tehát ez Magyarországon elképzelhetetlen volt. Tehát ilyet a magyar ember, tehát itt kötelező, én úgy hívom, ezt kötelező álszerénység. Uh-huh. Tehát azt szereti a nép, hogyha szerények vagyunk. Én pedig szeretem, hogyha valaki brahis, bevállalós, bemondja a pacekba. Ilyen vagyok egyébként, ilyennek látsz, hogy a tévében is, aki van egy réteg, aki ezért megosztó vagyok. Van, aki csípi bennem ezt, hogy én beleállok, van, aki nem. Ez jár azzal a veszélyel, gondolom, hogy nagyképűnek tűnsz. Hát én erre is mindig azt mondom, hogy ugye Izraelbe nem keverték ezt össze, hogy ha valakinek önbizalma van, és határozott, az nem feltétlenül a nagyképűséget jelenti. Hol a határ? Nálunk ezt összekeverik.
Nem tudom megmondani, hogy hol a határ. Én azt gondolom, hogy magabiztos ember vagyok, hiszek magamban, és bizonyos dolgokban az embereknek nagyképűnek tűnik, mert a kommunikációm rossz. Én kinyilatkoztatok, ugye nekem azt szokták mondani, uh-huh. hogy én nem azt mondom, hogy szerintem, meg talán, hanem kimondom, hogy így van. És ez itthon, ez a fajta dolog nagyon nem működik, nekem ez nagy handicapem. Tanár úr, ha már azt jelenti, mindjárt beszélünk még az Izraelben történtekről, de azt mondja István, hogy ő ott döbbent arra rá, amikor robbantanak Izraelben, hogy az élet megy tovább. Nem szabad ebbe belekeseredni. Amikor ön a második világháború idején pincébe húzta meg magát, tudomásom szerint, akkor, és látja a borzalmakat, akkor hogy jut el egy tizenvalahány éves fiú arra a felismerésre, hogy az élet megy tovább? Hát már sokszor elmondtam, megint elmondom, nekem a nagy élményem volt akkor, hogy ültem a légoltalmi pincébe, a Vörösmarty utcába, egy ilyen zsidó házba, és a szomszédba becsapott egy bomba. Ma is ott a sarkon, Szondi utca sarkán, hát látszik, hogy ott egy pótház van, és leszakadt egy ember, és őrületes rászkódott a pincébe. És bennem ott 12 éves korom azt fordult meg, hogy és ezelőtt egy fél évvel én azon izgultam, hogy hanyas kapok latinból. Szóval, és innentől kezdve én úgy fogtam fel, utána, hogy onnan kezdve, hogy innentől kezdve minden egy ráadás. Minden egy ajándék. De menet közben ezt föl tudja idézni, hogy mi átszódik le az emberben a gújkálások során? Félelem van benne, valami fajta hát életösztön? Hát persze, félelem, meg életösztön. Bár hát más egy 12 éves gyereknek a gondolkodása, mint egy felnőtté, olyan pontosan, de biztos volt félelem is, meg volt életösztön is. Hát persze, de hát a dolgok mennek tovább. Lehet, hogy akkor ez a furcsa pillanat, ez a latin, ez annyira benne megragadt, hogy azért izgult, hogy ettől egy életre beszereztem azt a tudatot, hogy szembe sok más emberrel én rendkívül kevés dolognak adok fontosságot. Szóval vannak az életben nagyon fontos, de nem minden olyan, nem mindig minden olyan fontos. Mi fontos? Hát, erre én is kíváncsi vagyok, mert tessék? Erre kíváncsi vagyok én is, hogy ezt hogy lehet megállapítani a feleségem mindig ezért. Hát mi a fontos? Hát a legfontosabb az elsősorban, hát az, hogy az ember életben legyen, hogy az ember egészséges legyen, hogy a családja egészséges legyen, akiket szeret, azoknak jó legyen. Fontos a minimál, nem minimál, valami, egy normális megéhezés, de nem több. De az egészség is egy érdekes, mert ugye mindig mondjuk ezt az egészséget, de valójában mindig úgy vagyunk vele, hogy amíg nincs bajunk, addig minden fontosabb, és akkor mindenki elmondja, hogy persze, hogy ezt hogy lehet menet közben értékelni, hogy igen, nincs bajom. De én nagyon tudom, szóval, hogy mondjam, én világéletemben nagyon-nagyon tudtam a dolgokat élvezni. Szóval mindig azt énekeltem, a Kozifán a Turandotban énekli azt a három miniszter, hogy la vita è così bella, hogy az élet gyönyörű. Szóval én a mai napig, ha látok egy szép fát, vagy egy nagyon gusztusos tájat, én ott el vagyok ragadtatva. Ez alkati kérdés ön szerint? Hát biztos, az nem tudom, de én szóval, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy vannak emberek, akiknek az a szerencsétlenségük van, hogy nincs meg bennük az örömre való készség. Én úgy éltem végig az életemet, hogy mindig mindennek nagyon tudtam örülni, a legkisebb ajándéknak is, még a jó levegőnek is, hát évekig jártam ki, hát megint a reklám helye, hát én 20 évig voltam a Monte Carlo-i televíziós fesztivál zsűriébe, meg elnökség, minden is, de amit a legjobban élveztem, az a tengeri levegő. Jártam kint, és szívtam a levegőt, és azt mondtam, hogy isteni. Én borzasztóan, rettentően örülök egy jó ebédnek, rettentően tudtam örülni a szerelemnek, szóval egyszerűen én az életet... Ez tanulható?
Tessék? Ezt tanulhatom? Vagy ez tényleg jön? Ezt nem tudom. Mert egy utólag nekem mindig a feleségem azt mondja, hogy ugye nem szeretem, mikor nosztalgikus hangulatba kerülök, mert én az a töltődök. Tehát nem egyszer mondjuk említettem nekem az izraeli, az meghatározó volt egy pozitív életszemléletre, meg pozitív időszak az életemben. Mondjuk beteszek egy éber zenét, és visszajönnek azok az érzések. De ott, amikor benne voltam, akkor kevésbé értékeltem, mint utólag, és sok ilyen van, hogy visszanézek egyes munkahelyemre, vagy állomáshelyemre, vagy eredményemre, és akkor rájövök, hogy az jó volt. Most rosszabb a helyzet, vagy most nem úgy alakul, hogy tényleg ez sokszor én úgy magamat is dorgálom, most, hogy... Most megfordítom a dolgot, van egy másik része, ami a családomban örök probléma, mert ugye nálam mindenki fiatalabb, és senki nem élte át, senki a családomban nem élte át a 44-es időket. Na most én már mindig mondják, kicsit gúnyolódom meg magamra is, hogy én világháborús gyerek vagyok. Ami azt jelenti, hogy ha azt olvasom az újságban, vagy azt az interneten, hogy Kínában már hiányzik a arcot elfedő állarc, akkor én már mennék le a patikába, és vennék állarcokat. És akkor érzem jól magam, ha mindig kint a spájzban van legalább 10 liter víz, ez bennem maradt. Ezekből az idejükből úgy alakul. Családunkban is van egy házaspár, egy olyan spájza van feltöltve, hogy szerintem 3 évig meg tudnának élni abból, és ez a háború. Nekik igen, a háborúból jön, hogy mindig legyen otthon. Jó, de nem csak a háborúból is jön, de abból is jön, hogy volt nekem egy barátom, a Lukács uszodában jártam, nagyon ma is járok az életen át, és ott együtt zuhanyoztuk mindig egy pasasra, aki azt mondta, gyere el egyszer Beirutba, Libanonba, az a világ teteje. Ő ott volt valami kereskedelmi attasé. De hát, és hát egyszer úgy jött az új élet, hogy eljutottam Beirutba, nagyszerű volt csodát, tényleg egy paradicsom. Majd 2 év múlva jött a Lukásba, találkozom vele, a félkarja béna, teljesen össze van omolva, szétlőtték a lakását, a felesége nyomorék lett egy életre, mindenük elpusztult. Fogalmuk se volt róla, hogy holnap után mi történik. Szóval ez is bennem van. Ez is bennem van, hogy itt ülünk, és egyszerűen azért valahol itt hátul benn van, hogy holnap ide érhet ez a sars, vagy hogy hívják, vagy ez a koronavírus. Mindig bennem van az, hogy ami a történelem tanulság, hogy bármikor bármi történhet. Ma holnap lesz 88 éves, ugye? Igen. Az ön fülének sok ez a 88? Hát ha belegondolok, akkor ez tényleg olyan ijesztő szám, mert hát... hogy mondjam, ilyenkor a statisztikában nagyon sokan hallnak meg a barátaim, az ismerőseim, szóval, és hát van egy statisztikai bizonyosság. Ugyanakkor... Mennyi volt a célkitűzés? Hát ugye előre, mert az embernek ez a 88, tehát most én 53 vagyok, 54-ben, tehát ugye előre nézek, hogy mikor 88, akkor úgy megszoktam nézni, hogy akkor én már így nem fogok tudni menni, én már nem fogok tudni ilyen szépen beszélni, nem fogok tudni így emlékezni, aztán egyszer csak 88 lesz az ember. Ettől azért félek rendesen, ettől tartok. Hát ilyenkor az ember ebben a korban már elkapja az a pánik, hogy bármi egy picit fáj, már azt hiszi, hogy az valami gond van. Az vele jár. Hát. De hogy így képzelte 50 évesen a 88-at, vagy a 80-at, tehát nem, hát mindenféle szempontból? Apám azt mondta, hogy hát ő tulajdonképpen 83 éves, úgy érzi, hogy az az a határ, ameddig élni kell neki is, meg 94-et élt. Hát a bibliai a 120, úgyhogy. Nem, hát én, nekem nincs ilyen, szóval az igazság az, hogy ha nagyon őszinte akarok lenni, a múltkor vetettek nekem egy ilyen pacemakert a szívembe, és azt mondták, hogy hát az legalább még 7 évig működik. Hát azt még szeretném megérni, de ha holnap végig, akkor sincs semmi baj, nagyon jó volt. Foglalkoztatja ez egy bizonyos kor fölött az embert? Hogy mikor ér véget, hogy ér véget? Nem nagyon foglalkozom. Nincs ebben rekorddöntés? Tehát ugye most olyan szempontból én ilyen versenyző típus vagyok, tehát nekem mindent versenyre csinálok az egész életemben, tehát hogy amikor látom, hogy mondjuk valaki 99 évesen mondjuk meghal, akkor az van bennem, hogy hogyha ott tartanék, akkor 100-at érjen már, mert az olyan nagy hát dolog. Hát ez is van benne, de az is van benne, hogy volt egy nagynéném, akit nagyon szerettem, és meghalt, mert... rosszul diagnosztizálták, fájt nagyon a lába, és azt mondták, hogy reuma helyette, nem reuma volt, hanem viszérgyulladás, és meghalt 2 nap alatt. És amikor bementem,
akkor volt a gimnázium osztálytársam, volt az orvosa, széttárta a karját, azt hát 61 éves volt. Mondtam, mint hogy hát akkor mit akarok? Ma megkérdezném tőle, ha még él, nem tudom, hogy él-e, hogy is van ez a... Hát de ez teljesen kitolódott ma már. De nem, hát szóval... De... Hogy mondjam, én ebben az egész halál kérdése, vagy élethalál kérdésében, hogy az a hivatalos, én ilyen agnosztikus vagyok, tehát az alapállásom az, hogy nem tudom. Nem tudom, egyszerűen meg is írtam, fogalmam sincs, hogy mi van utána, nincsen semmi, se ilyen elképzelésem, se olyan elképzelésem, nem tudom, hogy mi van. Ami ebben a 88-ban volt, azt vállalom, és meg vagyok vele elégedve, hát akkor... Én 53-nál tartok itt. Igen. Nagyon. Nem, most, nem, most abból a szempontból, hogy csak az van ugye a halál után, hogy mi lesz utána, mi nem, úgy annyi azért van bennem, hogy mi marad utánam. Tehát, hogy én azt gondolom, a tanár úrnak elképesztő életmű áll mögötte. Én így vagyok egy picit a focival, mert ugye pont ugye azért a tanár úr családja abszolút ez a művészi vonalon, a felesége, a lánya. Nálunk a nagyapám futballbíró volt, az édesapám futballista, a gyerekem futballista, tehát nekünk a foci ilyen. Mi vagyunk az egyetlen olyan család. Igen, nekem nincsenek illúziói, mindent elfelejtenek, pláne a modern korban, hát... Nem. Egy ideig még élnek a dolgok, egy ideig még van valami visszaemlékezés, de utána ez a dolgokra kell, de hát a dolgok következőt szoktam elgondolni. Hát azért gondoljuk meg, hogy az emberiségnek, mint olyannak a története maximum 100 000 éves, azon belül, amit ilyen írott történelmünk van, hát az egy olyan 5-7 000 év, vagy 8 000 év legfeljebb, hát egy semmi, hát egy pillanat abban az évmilliókban, amik itt vannak. Hát azt olvastam múltkor, hogy a világ űrbe több csillag van, mint amennyi homokszem a tengerpartokon. Hát mi a túró? Szóval innentől kezdve ezt egyébként nagyon fontosnak tartanám, hogy hát ezt azért mindenki tudja, főleg aki vezető, meg akire emberek vannak bízva, hogy nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani saját magunknak. Ezek olyan mulandó dolgok, nagyon jó, ha van, ez olyan, mint egy nagyon jó francia krémes, remek, ha az ember megeszi, és nagyon ízletes, de utána, hát ennyi. István, te azt mondtad, hogy téged foglalkoztat, hogy mi marad utánad, és gondolom, te Danira, a fiadra gondoltál, hogy azért van itt egy folytonosság. Édesapád te, Dani, és azért azt akartad mondani, hogy ti vagytok az egyetlen olyan dinasztia, akinek három tagja is lőtt gólt az NB1-be, ugye? Így van. Mi vagyunk az egyetlen, aki egymás után követő három generáció játszott az NB1-be, sőt, gólt is lőttünk, mert a Gelei család a másik, de ők szerencsére kapusok voltak, úgyhogy kerestem egy olyan pontot, amiben mi vagyunk a legkiválóbbak, ha már nem lettem Messi és Ronaldo. De én erre büszke vagyok. Tehát én ezt kaptam a családtól, és ez része az életünknek, a lánytagoknak is, tehát a lányomnak is. Bár akkor megfordítom. Ha Daniról kiderült volna, hogy kutyaütő focista, mondjuk 10-12 évesen, hogy elpattant tőle 3 méterre a labda, akkor ezt te kudarcként fogod föl? Ez nagy vita volt nálunk a családban, mert az aposom nagyon mérges volt, ezért ő nem annyira futballpárti, hogy a gyerek okosabb annál, mint hogy futballista legyen, és többre viheti esetleg más területen. És akkor sok vita volt, mikor megdorgáltam a Danit, hogyha nem úgy dolgozott edzésen, vagy nem volt annyira elhivatott a futballba, és erre aposomnak mindig azt mondtam, hogy én nem azért dorgálom a Danit, mert én azt akarom, hogy futballista legyen, persze nagyon örülnék nekem, büszke lennék rá, hanem én azt akarom tőle látni, hogy bármi, amit csinál, abban ő a maximumra törekedjen. És ebbe volt nekem hiányérzetem mindig is vele kapcsolatban, erre ő mindig azt mondja, hogy apa, azért, mert én naponta csak 2-3 meccset nézek meg, te meg 15-öt, attól én még ugyanolyan elhivatott vagyok, csak nálad ilyen teljesen ilyen maximalizmus van, és ez a, amit kérdeztem az előbb, hogy hol tudja az ember, hogy hol van a fontossága a dolgoknak, mert a feleségem mindig, mikor általában voltam már 6 klubnál dolgoztam, és ilyenkor beszűkül a látóterem, és csak a napi problémával, meg egyre a kettőre jutás a klubnál, és akkor mindig megkérdezi a végén, hogy
őszintén, mikor nem lehet hozzám szólni abban az időszakban, és a család ezt megsínli, hogy ha most visszagondolsz, és ha felét dolgoztad volna ilyen elánnal, akkor a klub előrébb lenne, vagy hátrébb? És ugye mindig mondom, hogy tök igazad van, ugyanott lenne a klub. Ugyanott lenne, ha felét dolgoztad igen. volna. Szóval igen, mert nem tudod, hogy mi, tehát az, hogy lehet, hogy elnézést, az, hogy este 11-kor mondjuk már család lefekszik, és akkor még azt mondom, még egy meccset meg kell nézni, még le akarok elemezni valamit, és akkor mondja, hogy nem ér rá holnap, de akkor a fejemben van, és akkor nem ér rá, akkor én fel vagyok olyan a kettőig. Ez szerinted miről szól? Tehát az emberben mi az a hajtóerő, hogy még 11-kor is megnéz egyet? És ez egy megszállottság. Én abban hiszek, hogyha valamit csinál az ember, akkor ez csak így lehet megszállottan, és a maximumot, és még akkor is elégedetlen vagy, mert keresed, hogy jobb legyél, hogy más legyél, mint a többi. És ez nálam egy állandó verseny, hogy újra új keljek föl, hogy valamivel előrébb jussak. És ez egy óriási, hogy is mondjam, csak hátrány abból a szempontból, hogy ezt a család megsint. Tehát az én feleségem nem szeretné a focit, és nem szeretne ennyire engem, ezt engem nem lehet elviselni ebből a szempontból. Tehát az, hogy jön le reggel, már megy a meccs a tévébe, este megy a meccs a tévébe, kicsit kiugrik a konyhában, átkapcsolom a meccsre, apósom, akárhol vagyunk, mondjuk most lefordítottam a telefonot, de pittyeg a telefon, mert eredmény van, azt mondja, hol van most meccs? Hát mondom, Tájföldön van egy magyar játékos, azt bejelölöm, és követem, hogy ő akkor hogy játszik, és egyszerűen hülyét kap tőle a család. Szóval ez így van, ez velem is így van, csak nálam van egy kettősség. Szóval most például, hát azzal bízszak meg, hogy a István a király rockoperából csinálnak egy rendes operát, szóval operai hangszer, és azt fogom rendezni júniusban az Erkel Színházban. Hát ha megérem, de hát remélem. Most hát ezzel rengeteget dolgozok, és én is megszállottan otthon ülök, és tervezem, és számolom, hogy mikor lehet ez a jelenet, mikor lehet az a jelenet. Azt kérdezel, hogy működik ez? Vízióban megjelenik? Tehát mikor ezt a munkát megkapja az ember, akkor megjelennek a képek, a színészek. Én nagyon felkészülök mindig, szóval azt én nagyon nem becsülöm, aki ott rögtönöz. Én azt nagyon-nagyon felkészülök pontosan. Nagyon sok, hogy mondjam, ebben nekem akkor előzetesen fekszik egy legalább fél éves munkám. És akkor rettenetesen megszáll, és akkor tényleg csak az a fontos, és borzasztóan fontos. De amikor már megvolt, visszatakintve, akkor már nem olyan fontos. És a másik ember a nehézség ennek az egésznek, és én azt gondolom, hogy rendezés is ugyanez lehet, hogy mindenki azt hiszi, hogy akkor dolgozunk, amikor ott vagyunk, és fizikailag megvalósul az, hogy valamit csinálok, holott egyszerűen nem tudok belőle kikapcsolni. Tehát sokszor mondja a feleségem, hogy mondjuk pénteken ne menjünk el moziba, mert úgyse tudsz figyelni, mert másnap meccs van. Ha meccs után ne menjünk el moziba, vagy színházba, pláne, mert nem tudsz megülni a helyeden, mert amitán kikaptunk, akkor már jön a nyomás rád, és egyszerűen ebből nagyon nehéz kikapcsolni. Ez a legnehezebb része. Hát ha számomra. Én egy operát rendezek, akkor az a borzasztó, hogy éjszaka nézzen nehezen az, szóval mert a dallam jön vissza, igen. És azt éneklem, dalolom, fütyülöm. Felesége soha nem orrolt meg ezért önre, akár csak időszakosan is? Nem. Illetve ő neki van-e visszhang? Mert nekem például nem egyszer volt, amikor a feleségem azt mondta, hogy Salec, vár egy napot, amíg lehigadok, és utána mondja, hogy nincs igazad ebbe vagy abba, és tőle ugye elfogadom. És elgondolkodok. Nem, hát olyan vitatkozás az van köztünk, az, de más kérdés. De szakmailag tud olyan szakmailag, mondani? Nem? Nekem érdekes a felesége, még szakmailag is mondja. Jó, szakmailag olyat, van köztünk vita úgy, hogy egy idegen előadásról, ha ketten látunk valamit, lehet más véleményünk egy filmről, vagy de úgy formálja egymást egy kapcsolat? De, igen. Mert engem nagyon. Például az én feleségem ebből a szempontból. De hát én a feleségemet nagyszerű színésznőnek tartom, ő meg engem egy tűrhető, jó rendezőnek, úgyhogy ilyen köztünk ki nincs. A harmadik dologról, arról lehet nagyon különböző véleményünk, de egyébként, jó, hát persze minden ember más, meg... És a tanárulnál például a gyereknél volt elvárás, hogy tovább vigye a... Hát igen, de nem jött össze, mert se a fiam, se a fiúnokám az opera ellen majdnem, hogy be vannak oltva, szóval. De a lányunokám is. A mostani pici unokám, aki most 2,5 éves, az viszont imádja a zenét, megőrült tőle a zenét hall, és a kis kezével dirigál, úgyhogy...
Hát ha. Én nem hallottam azt a történetet, aztán a gondolja most elmesélhetné. Azt mondja, hogy hány éve élnek együtt Hámor Ildikóval? 40? Hát együtt vagyunk Ides Tova az idén 50 éve. 50 éve. Na tessék, még el is találtam akkor, hogy kerekétforduló. És akkor ő már kétszer elvált férj volt, igen, ugye, amikor találkoztak. Igen. Azt meg tudja nekem mondani, hogy abban az időszakban, meg különösképpen szerintem egy sikeres rendezőt, hát körülvették a szebbnél szebb színésznők és szebbnél szebb nők, hogy mi volt az ennyi év után, konkrétan emlékszik a pillanatra adott esetre, hogy mi volt az, aminél úgy érezt, hogy elveszett, és ő lesz az, és ez most már 50 éve tart. Ez egy furcsa dolog. Hát először is én az első két feleségemet is nagyon szerettem. Nagyon szerettem, és ha újra kérem, újra elvenném őket, és újra elválnék tőlük. Na most ez az, amit például annyira olyan rossz néven veszek a világba, hogy az emberek hogy nem tudják a dolgokat szépen befejezni. Szóval nem tudják azt, ami a Madács ember tragédiájában egy zseniális alapmondat, hogy a Lucifer szemrehányást tesz az Ádámnak, hogy mi mindenért lelkesedett, aztán kiábránul. Mire azt mondja neki az Ádám, hogy igen, akkor lelkesített. Igen, akkor úgy láttam, hogy el kell, és akkor úgy láttam, hogy el kell válni. Na most az Ildikóval tényleg volt egy nagyon fura dolog, hogy ő főiskolai hallgató volt, de nem az én növendékem. Szóval én nem tanítottam őt, csak rendeztem egy vizsgaelőadást az Egyszerelem három éjszakáját, ső benne volt, mint harmadik, és akkor még semmi közük nem volt egymáshoz. És van egy jelenet, ahol bejön egy nő, és annak hossz elkezd kacagni, ami a legnehezebb dolog a színpadon, sírni és annékodj van. És ez összhivátlanul megcsátra, és mondom, hogy de tehetséges ez a lány, mondom, de akkor még semmi közünk a világon nem. Most később, mikor összekerültünk, szoktam mondani, hogy az volt a fura pillanat, hogy apámnak volt egy csónakja a Dunán, és hát a Ildikó az római fürdői lány, és ő is a Dunapart, és akkor elhívtam, hogy menjünk el evezni. És elmentünk evezni. De az még az első randik egyike. Az első randik egyike, és elmentünk evezni, és én megálltam az ő házuk előtt, ahol aztán később még laktam is, és az ablakba állt, és intett, és kijött, és beültünk a csónakba, és eveztünk, és amikor megálltunk, akkor kibontott egy táskát, és az meg volt rakva húsonnával. Uh-huh. És akkor az engem úgy, hogy jé, ez gondos, szóval, hogy igen. Egy gond. Na most hát azóta is, hát ő egy elég jó színész, most, mikor éppen beszélgetünk, ma délután utazott el Milánóba, mert a Milánói Fesztiválon a Szabó Magda filmmel megnyerte a legjobb női alakítás díját, szóval egész jó színész, de hát példás nagymama, isten ilyen főz, rendkívüli módon gondoskodik az összes unokáról. Akkor ott a szendvicsek átadás, akkor a tanár úr elveszett tulajdonképpen. Az nagyon eldőlt. Meglepős volt. És egyébként azt megkapta kezdetben az ön felesége epés megjegyzésként, hogy akármilyen sikeres szerepet abszolvált, vagy egy filmet adott esetben, hogy hát könnyű neki, hisz egy nagyon hát, nagy befolyású főrendező hát, a férje. Persze, hogy megkapta, ezért volt az, hogy én voltam, ugye az operáról beszéltünk folyton, de hát én a televízióban 28 évig voltam főnök. Na most ez alatt a 28 év alatt az Ildikó alig játszott a televízióban. Pont ez miatt? Hát persze, én még akkor ilyen morál izé volt, hát az nem izé, de hát 50 inkább hátrányban volt, mint előnyben? Na persze. A mi háza, össze együtt létünk 50 éve alatt összesen 4-szer fordult elő, hogy a rendezésemben játszott. Szóval én ezt, hogy mondjam, én ezt a Virchow-t nem szerettem, hogy a... És a lányánál? Hát a lányomnál aztán pláne, ő aztán soha annyira, hogy a lányommal volt az a történet, ez így igaz, hogy ez a Denevér, ami most fut az operában, ez is az én rendezésem, ez Ides Tova már 20 éves, csak most mindig új szereposztás, és az első évben, mikor ez elkészült, akkor rögtön meghívták Japánba. És mentünk Japánba, és abban van egy szerep,
ami egy táncos nő is, meg humor kell, meg móka, és mondtam a Dórinak, hogy nem akarod ezt eljátszani, mert ő tud táncolni, mert tánciska. Mire azt mondta nekem, hát csak nem képzeled, hogy én a te rendezésedbe játszom. És nem is ford. De miért nem? Mert hogy nem működött mert, volna együtt, mert, hogy nem mondják mert, azt? Nem, mert egyetlen egyszer lejátszott az én rendezésembe, élete legelső szerepébe, 10 éves korában a kis kozettet a nyomorultakba, azért, mert akkor az egész család nem volt Szegeden, és ez akkor őt is elvittük Szegeden. Ez volt a legjobb logisztika. Soha többet. Ez nagyon nehéz dolog, mert például nálam a Daninál volt ez, hogy én, mikor úgy már kezdett egy kicsit úgy komolyabbá válni a dolog, tehát korosodott az utánpótlásba, akkor én leültettem, és megmondtam neki, hogy egy fontos dolog van, bármit el fogsz érni, mindig azt fogják mondani, hogy azért, mert az apád intézte el. De egyet tudjál, hogy elvtelenül soha semmit nem fogok neked elintézni, és nem foglak olyanba támogatni, amit te nem tudnál elérni egyébként, úgyhogy soha ne foglalkozz ezzel, mert ez nem igaz. Volt olyan, hogy kollégád vagy az edzője már adott esetben úgy látta, hogy előrébb tartana Dani. Tehát te például, tehát te voltál a kisebb. Hát kisítőbb. A családban nagy vita nálunk, hogy engem úgy hívnak, hogy negativista. Én meg azt mondom, hogy realista vagyok, és a reális dolgokat próbálom látni, és például a Danit, mikor először behívták az utánpótlás válogatottba, akkor az a Pisont Pista volt a szövetségi edző, akivel együtt futballoztam Izraelbe, együtt játszottunk a Honvédba, és nagy barátok, családbarátok voltunk. És akkor felhívott, hogy ő behívná a Danit, és én mondtam neki, hogy figyelj Trezi, mert ugye Trezi a beceneve. Megmondom őszintén, hogy én ebben nem akarok beleszólni, mert a te döntésed, de én nem látom még a Danit, hogy ott tartana. De mondja, hogy ő ott látja. Mondom, ez a te döntésed, de egy ne legyen, miattam ne hívd be. Tehát azért, mert mi jóban voltunk, vagy valami, ezért ne hívd be. Ha te úgy gondolod, és ami az igazság, ő azt mondta, hogy ő lát benne, és neki lett igaza. Velem csak egyetlen egy előnye volt a gyereknek, annyi, hogy bizonyos időszakok, amikor karrierjében tanácsot kellett adni, akkor én tudtam, hogy mik a helyes lépések. Így ment el Amerikába, így jött vissza Amerikából egy fél évre kölcsönbe a Magyar NB1-be, és ment el újra, és innentől kezdve most már bonyolítja a saját életét. Azért te szekíroztad őt eleget, nem? Én állandóan szekírozom, amit nem nagyon szeret. Köztünk ez egy vita, én azt mondtam neki, hogy én fizetnék azért, hogy valaki így szekírozzon engem, ahogy én őt, mert ugye... Hát volt, hogy elsírta magát, mikor még kisebb volt. Hát volt olyan is, amikor elsírta magát, volt olyan egy, sose felejtem el, egy Újpest-Fradi meccsen U11-be játszottak, és akkor valamit, mindig adtam neki kisebb feladatokat a mérkőzésen, és akkor dühöngtem a pálya szélén, hogy nem azt csinál, amit megbeszéltünk. Mondjuk mondtam neki, hogy most az elején vedd át a labdát, ne egy érintővel játsszál, ne kapkodjál, vedd át nyugodtan, szokjad meg. És mellettem állt az apósom, és akkor én nagyon dühöngtem a meccs közben, hogy nem azt csinálja, és akkor lejött a Dani, és akkor így odaállt hozzá, így előttem persze olyan félhangos, hogy én halljam. Danika, hány éves vagy? 11, papi, miért? Nem szégyelled magad, hogy még nem tudsz mindent a fociból? Ugye ez nekem szólt, hogy akkor én mit képzelek. Tehát ilyen szempontból... Mikor elszégyelled magad? Elröhögöm magam, mert érzem a lényegét, csak ő azt nem érezte, hogy voltak dolgok, amit megbeszéltünk, és engem az bosszantott, hogy már az 5. percben elfelejtette, hogy ez az egyéni célokkal hogy tudna előre lépni. Tehát visszatérve, a Daninak én nagyon sokat tudok úgy segíteni, nagyon közel azonos poszton játszik, és bizonyos dolgokat föl tudok nála gyorsítani a fejlődésbe. Tehát nem magamtól kell rájönnöm, hogy ebben a szituban mit kell csinálni, amit elmondtam, hogy én hogy csináltam, vagy működik nála, vagy nem. És ő ezeket állandó frocizásnak veszi, tehát mondjuk lejátszik egy meccset, akkor én megnézem a meccset, szétszedem darabokra, tehát ugye van már egy elemző rendszer, minden mozdulatát, minden labdaérintését ki lehet venni. Elküldöm neki, hogy ebbe az, és abban a szituációban mik lettek volna még a jó megoldások, és elküldöm neki a külföldi fociból összevágva, hogy mondjuk Eden Hazard vagy Neymar ugyanebben a szituban mit csinált, és erre mondja, hogy ez őszintén bevallott, hogy mindig megnézi, de nekem úgy azért néha azt mondja, hogy na jó, hagyjál végén, ez mások. Nem mondom, hogy igen? Hát egyébként a lányom az, én nem voltam soha jégpapa. Ami azt jelenti, hogy én a Dórit rendkívül tehetségesnek tartom, egy egész különleges tehetségnek, elragadtatott nézője vagyok. De soha egy próbájára be nem mentem, még főpróbára se, premiéren megnézem, és ennyi.
utána sokat beszélgetünk, ebéd, vasárnapi ebédnél, meg ilyen, de én attól mindig, most más a helyzet, most ez eddig még nem fordult. És ő elfogadta a kritikát? Tessék? Ő elfogadta a kritikát, hogyha mondjuk valami olyan jobbító szándéka. Bár nagyon kevés kritika, amit róla mondok, azt elfogadja, amit már másokról mondok, azt kevésbé. Hogy mondjam, az embert utoléri a végzet, ültem a fogorvosi váróba ezelőtt 68 évvel, és akkor láttam, hogy megismertek egy hölgynek, megcsillant a szeme, hogy ismerős ember, és hát a hiúságom elkezdett mocorogni, és ott ült el a kislánya, és azt mondta neki, hogy látod, ki ülött. Igen, ez itt az a Szinetár Dóra papája. Ez már nálunk is bekövetkezett. Sokáig ő volt a Sallóinak a fia, most már ő a Sallói Dani apukája. Visszatérve egy picit a frocizásra, sokszor voltam úgy, hogy hát, ha békén hagyom. Most már nem, ha nem akarja, akkor nem. De aztán utána mindig úgy vagyok vele, hogy egy miatt nem hagyom abban, hogy egyszer ne jöjjön majd nekem vissza, amikor a pályafutása végén lesz, és hogy apa, miért nem mondtad? Tehát inkább mondom. Aztán annyit vesz le belőle, amit akar. Hogy ez jó vagy nem jó, azt nem tudom. Nekem van egy kérdésem, tényleg, hogy ezeket a fiatalokat mennyire nyomja ez az egész leprázás, ami a magyar futball körül van, hogy ennyit bántják, meg ennyit piszkálják, meg mennyire zavarja őket? Én szerintem ez egy katasztrofális helyzet. Tehát én szerintem a futball az egy kreatív sport. Tehát eleve a sportoló akkor tud teljesíteni, hogyha az egója az egekben van, az önbizalma a százason, és ebbe gyengíti a közeg. Igen. Tehát a magyar közeg az annyira ki van éhezve arra, hogy siker legyen a magyar futballban, hogy egyszerűen ők azt mondják a szurkolók, hogy azzal akarnak segíteni, hogy fölhívják a figyelmet, hogy kvázi bántják. De nekem ez egy nagy kérdésem, hogy miért gondolja bárki, aki szurkoló, hogy mondjuk anyázza a játékost, attól ő jobban teljesített. Ki az az ember a világon, aki bármit csinál, lehetsz musörvezető, rendező, ha melletted állnak és szidnak, attól jobban teljesített. Szerintem, ha támogatnak, ha bíztatnak, akkor lehet teljesíteni. De ez a fociban, ez a közeg és a teljesítmény összehozása nagyon nehéz. És az fiataloknak ez az egyik legnehezebb dolog. Ha még egy sztereotípiát tisztázhatnánk, ugye sok mindenről beszélgettünk, operáról, színházról, hogy titeket, az bántott focistákat, hogy különösen korábban úgy az ragadt a magyar focistákhoz, hogy nem annyira iskolázottak, nem kultúrálódnak, szóval egyfajta ilyen rossz beidegződés feltétlenül tapad hozzá. Hát szerinted ez jelen való? Én azt szoktam mondani, hogy én oroszlányon születtem, egy bányászváros, és focista vagyok, és akkor ezt így mindig elmondom, hogy én halmozottan hátrányos helyzetű vagyok ebből a szempontból, és akkor ugye a társaság, amikor beszélgetünk, akkor ki tudom azzal vívni, hogy ahhoz képest egész intelligensnek nézel ki. Tehát, hogy ilyen közegbe jöttem, úgyhogy ezt szeretem elsütni, de hogy visszatérve az előző kérdéshez kapcsolódva, tehát azt szoktam, sokat gondolkodom ezen, hogy például a síelőknek a lába ugye egy kicsit ilyen X-be áll, a focistáknak ólábuk van, és akkor, hogy vajon azért, mert sokat síelsz, azért áll úgy a lábad, vagy azokból lesz síelő, akiknek eleve az adottsága ilyenek, ugyanígy. Aha, a focival. Ez jó, igen. És akkor, hogy miért buták a focisták, kvázi idézőjelbe. Ezt nem mondtuk, bébe, csak hogy kevésbé is. Hogy azt a fajta nyomást, azt a gyűlöletáradatot, amikor kikapsz, ezt a ugye, amikor nyerünk, akkor mennyegző van, amikor kikapunk temetés, ezt a fajta hektikusságot elviselni, az intelligens, a nagyon intelligens emberek, én azt gondolom, érzékeny lelkületűek. Tehát szerintem ezt nem lehet azzal a lelkülettel elviselni, mert akkor inkább azt mondja, már nagyon korán, már gyerekkorban, hogy inkább elmegyek egy más területre, mert akkor inkább mérnök leszek, ügyvéd leszek, építész leszek. Hát most, hogy mondjam ezt, hogy boldogok a lelki szegények, hogy lehet, hogy jó néha nem annyira érzékenynek lenni. Tehát szerintem lehet köze ehhez, mert én is sokat gondolkodom ezen, hogy a vízilabdázók ugye iskolázottabbak, de egy vízilabdázó úgy nő fel gyerekkorától kezdve, ha én válogatott leszek, én olimpiai bajnok leszek. A focista, az én fiam megkérdezte, hogy apa, mi voltunk VB-n? Tehát már mint Magyarország, tehát egy mai focista a kudarcban nő fel, tehát hogy folyamatosan azt látja, hogy az ő idoljai, akik mondjuk a magyar focisták, és szeretne egyszer válogatott lenni, az folyamatosan szidva vannak. De nincsenek válaszaim persze, csak én is sokat gondolkodom ezeken rendkívül a dolgokon. Rendkívül elgondolkodtató. Még egyet beszéljünk meg. Tanár úr, az igaz, Homárit István azt említette, hogy érzékenység, pocskondiázás, vita, hogy a tanár úrral egész egyszerűen nem lehet veszekedni? Én ezt hallottam.
Hát én nem szeretem, azt szoktam mondani, hogy már nem vagyok ott. Ott hagyja a veszekedő felett? Egyszerűen lehet, ez rossz tulajdonságom. Félétes tehessék. Én utálom a konfliktust önmagában. Ha van célja vagy tárgya, akkor fölvállalom. Azt nem, azt utáltam mindig, akik azért szeretnek veszekedni, mert az nekik jó. Az valószínűleg szocializáció kérdése, nem? Tehát egész egyszerűen ő valószínűleg úgy szocializálódhatott, hogy konfliktusos. Én szoktam mondani, hogy én proli házban nőttem föl, és ott a gangon állandóan ordítottak egymással, és lehet, hogy akkor utáltam annyira meg egy életre azt meg. De a vitázást sem? Mert nekem például az a problémám, hogy ugye a magyar focit körben rengeteg ilyen demagógia, és ugye egyszerű szurkolva találkozom, és ugye kívülről egyszerűbbnek tűnnek a dolgok, és vitába keveredünk. És egyszerűen küldetésnek érzem, hogy meggyőzzem, hogy bizonyos dolgok nem úgy működnek, és nem veszem, a feleségem azt szokta mondani, hogy nem veszed észre azt a határt, mikor abba kell hagyni. És akkor túlpörgök, és akkor megbeszéltük, mondtam neki, hogy egy ilyen baráti társaságban, ilyen vita után, mondtam neki, hogy ez tényleg kellemetlen volt, mert hagynom kellett volna, rá kellett volna éreznem, hogy nem veszik a lapot, és akkor mondtam neki, hogy figyelj kicsim, egybe segíts nekem, amikor hogy látod, hogy túlpörgök, akkor kétszer bökje meg, jól létszél, és akkor tudni fogom, hogy itt abba kell hagyni. Na, a következő társaságban elmentünk, megint belehevültem, kétszer megbökött a feleségem, és rafogott, te meg mit bökölsz, hagyd már békén! Úgyhogy ennyit igen. Erről, hogy akkor ki lehet ezeket. Nálunk ez például családilag konfliktus forrás a vasárnapi évvédeknél, hogy a lányom az egy sokkal konfliktusba belemenő, szenvedélyesebb. Tűzről pattantam. Igen. Szóval, és hát őt, szerintem ő egy kicsit ezt nálam nehezményezi, hogy én ennyire nem szeretem. De megfordítom, hogyha valaki, és most önről beszélek, ott hagyja a vitatkozó felet, a vitatkozó fél az nem lesz még indulatosabb? De. Szerintem én magamból indulok ki, én úgy fölhúznám, hogy miért nem játsszuk ezt le? Hát menjünk végig akkor ezen igen. A vitán. Az a legidegesítő. Nem voltak ilyen helyzeteim, bevallom őszintén. A dolognak a summája az, hogy én mindig igyekeztem úgy gondolkozni, azt mondtam egy életen át, hogy én mindig azt szerettem mondani, hogy is. És nem szeretem azokat, akik azt mondják, hogy csak. Hogy mindenben, szóval, de hogy mondjam, nem én találtam ki ezt. Tényleg a Shakespeare, a Csehov, az Euripides, a Mozart, ezt annyira kitalálták. Hát ez... Nem kell újraírni. Nem. Tanár úr, Isten éltesse sokáig. Megelőlegedetten. Nem olyan sokára lesz 88 szépen. Éves. Egyébként egy napon születtünk, február 8-án. István, sok mindenről beszéltünk, frocizás ide vagy oda. Én azért azt hallottam, hogy amikor a feleségeddel kimentetek Kansas Citybe és megnéztétek Danit, akkor azért te elsírtad magad. Hát, elérzékenyültem. Maradjunk ebben. Örülök, hogy láttuk, hallottuk önöket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.